Itt igazából a fánál ugye ez az anyag kiöntött. Tehát itt nem ment tovább a lenti részekre egyébként, de ettől függetlenül a zsilipet lezártuk azért, hogy még véletlen sem menjen el a városi rendszerbe ez a anyag. Tejfehérré színeződött a víz a felsővárosi záportározó gyűjtőcsatornájában. A szennyezésről a Városgondnokság lakossági bejelentés alapján szerzett tudomást szerdán. A vízből már akkor mintát vettek és lezárták a leeresztő csatornát annak érdekében, hogy a szennyeződés ne kerüljön be a városi vízfolyásokba. A csatorna vize ugyanis a Varga, majd a Jancsár csatorna után a Galjapatakba folyik. A szennyezést azonban sikerült a gödörben megállítani. Most még ez a terület nem élvez természetvédelmi védettséget, de egyébként pont az volt a lényeg, hogy ahogy a szennyezést ugye bejelentették és mi vizsgáltuk, itt van egy zsilip a tározónak az elején, és azt lezárásra került, tehát innen a tározóból igazából nem tud kijutni ez az anyag, illetve mivel hogy régen ez egy agyagbánya volt, véleményünk szerint gyors elszivárgás ennek az anyagnak nem fog megtörténni. A víz vizsgálatának első eredményei már csütörtökre megérkeztek a Városgondnoksághoz, melyből az látszik, nagy valószínűséggel ipari szennyezés történt, mondta a cég belvízrendezési mérnöke. Az Aszalvölgyi úti rendszer felől jött. Az eddigi vizsgálatok alapján, a labor vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy valamilyen ipari szennyezés lesz. Egyébként egy fehér színű szuszpenzióról beszélünk. Kenyeres Dániel hozzátette, miután minden vizsgálati eredmény megérkezik, azután tudnak dönteni arról, hogyan mentesítsék a területet a szennyezéstől. Székesfehérváron évek óta nem történt ilyen mértékű vízszennyezés. Az ügyben a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megkezdte a kivizsgálást, amely jelenleg is folyamatban van. Annyit azonban a hatóság szóvivője elárult, a szennyezés utánpótlása megszűnt.